Párás, de napos idő fogadta azokat a borászokat, akik kilátogattak a 27. Szentgyörgyhegyi napok megnyitójára a nyári pincéhez. A vendégeket Knollmeier Ferenc a hegyközség elnöke köszöntötte, majd Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő szólt az egybegyűltekhez, méltatva az esemény nem csak szakmai, de turisztikai jellegét is. A Szentgyörgyhegyi napok a Szentgyörgyhegyi bor nevét, rangját, valamint a kultúrált borfogyasztást hivatott népszerűsíteni. A 2000 éves szőlőtermesztési örökségünk értékes hagyaték, egy olyan hagyaték, amit készen kaptunk, azonban minden nap meg kell küzdenünk érte. A szőlő- és bortermelés az itt élő és dolgozó, szőlészettel és borászattal foglalkozó családoknak nem csak jövedelemteremtő foglalatosságnak számít, hanem az életmódjuknak is meghatározó része. A mai nap ünnep. Ünnep az itt élő és dolgozó embereknek, akik végigtekintve munkájukon, a pohárba töltve látják fáradozásuk gyümölcsét. Rohanó életünkben egy kicsit megállunk, hogy a mai napon kezdődő rendezvénysorozat színes programjain, barátainkkal, ismerőseinkkel eltöltsünk egy-egy kellemes órát, majd egy kicsit megpihenve, feltöltődve, újult erővel folytathassuk a munkát. Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek kellemes szép napot, jó borokat, valamint a termelőknek sok-sok aranyérmet. Most pedig felkérném Fenyvesi Zoltán urat, a fővédnökünket, nyissa meg a Szentgyörgyhegyi napok rendezvénysorozatot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a jeles napon, hiszen nem csak a Szentgyörgyhegy és ennek a vidéknek a nyitó rendezvényén vagyunk, hanem valójában a Balaton felvidék turisztikai szezonnyitó rendezvényén is, és nagyon örülök annak, hogy már azért jó idő várható, és talán az előjelzések szerint egész héten ez lesz jellemző, és egy igazi turisztikai szezonnyitó rendezvényen lehetünk jelen. Bár ez az rendezvény elsősorban a helyieknek és a környékbelieknek szól, de azt gondolom, hogy egyre több turista érkezik az országból erre a vidékre már tavasszal, és már erre a rendezvényre is. Nagy örömömre szolgál, amikor a statisztikai adatokat nézem, és azt látom, hogy az eddigi 350 ezer emberből, akik a turizmusban és a turizmusból élnek Magyarországon, azok az elmúlt időszakban ez a szám ez kicsit növekedett, és most már 370 ezeren dolgoznak a turizmusban és a turizmusból. A kormány szándéka szerint 10 év alatt ezt a számot 450 ezerre kell emelni, hiszen a turizmus húzó ágazata a magyar GDP-nek, a magyar gazdaságnak, és a 10%-os GDP növekedést az elkövetkezendő 10 évben 16%-ra kell emelni, és ez is azt példázza és mutatja, hogy jók a reményeink arra, hogy a turizmusból az elkövetkezendő időben jól meg lehet élni. Én nagyon örülök minden olyan rendezvénynek, ami a turizmust szolgálja és a turisták ide csábítását szolgálja. Azoknak a rendezvényeknek meg különösen örülök, amikor ezt a felvidéket, ezt a Balaton felvidéket és a Balatont nem csak évszakossá, egy évszakossá tudjuk tenni, hanem mindent megragadunk azért, hogy lehetőség szerint bővítsük és elérjük a vágya várt célunkat, hogy 4 évszakossá is tudjuk tenni a Balatont. Természetesen ahhoz még nagyon sok munka vár ránk, önökre is, ránk is, településvezetőkre is, civil szervezetek vezetőire, a borászokra is, hogy ezt a célt elérjük, de mindenki tudja, hogy ez a járható út ezen a vidéken, hiszen a turizmus adja ennek a vidéknek is az éltető erejét. Én szívből gratulálok a rendezvények lebonyolítóinak ahhoz, hogy a 27. rendezvényt tudjuk megnyitni, és nagyon remélem, hogy sok-sok turistát és sok-sok látogatót tudunk ide vonzani egyre jobb programokkal, és mindenki megtalálja majd azokat a programokat az elkövetkezendő napokban, amelyben ki tud teljesedni és számára a legjobbat hozza. Szívből gratulálok még egyszer, és kívánok önöknek, kívánok az ide látogatóknak szép napokat, a turistáknak szép élményeket, és a vendéglátósoknak pedig természetesen jó üzletet és jó bevételt. A megnyitó után elkezdődött a Szentgyörgyhegyi borok versenye. A szakértő zsűri 20 pontos rendszerben szigorú szabályok szerint bírálta el a tételeket. 103 oklevelet, bronz, ezüst, arany és nagy arany minősítést osztottak ki végül.
A szerdai nap délutánján immár hagyományosan a szakralitásé volt a főszerep. Cséri Gergő atya vezetésével nagyszámú túrázó vett részt a kápolna bejáráson, amely ezúttal Raposkáról indult. Minden kápolnánál Gergő atya ismertette a névadó szent életútját, a kápolna történetét, majd elmélkedés imádság következett. Gergő atya a szentgyörgyhegyi napok 27 éves hagyományába pár évvel ezelőtt bekéretőzött, bekívánkozott ez a kápolna bejárás, mint új hagyomány. Azt hiszem, hogy beváltotta a reményeket, minden évben nagyon sokan vannak, most is nagy az érdeklődés. Minek köszönhető vajon ez? Én azt gondolom, hogy a mai alkalommal, a szakrális napon a kötetlen laza beszélgetés ötvöződik a szákrummal, a szenttel. Tehát mind a kettőnek van tere, és ez sokakat ide vonz. Aztán vitathatatlan, ezt azért tudjuk, hogy a 21. század emberének éppen úgy szüksége van a szentre, éppen úgy szüksége van, hogy kiszakadjon egy kicsit a hétköznapokból, mint ahogy a középkor emberének erre szüksége volt. És azt gondolom, hogy ez egy régi hagyománynak a felelevenítése, mert ha itt ebben a formában nem is létezett, de azért tulajdonképpen az útonlevés, az zarándoklat az ősi keresztény gyakorlat. Mondhatjuk azt is, hogy ma végig zarándokoljuk a Szentgyörgy-hegyet, annak a szent helyét, szakrális helyeit, és egy kicsit töltődünk. Minden kápolnánál, minden állomáson egy kis elmélkedésre, imádságra is sor kerül. Atya, hogy készült lelkileg erre a mai napra? Idén, mivel a húsvét igen késői, ezért egy kicsit egymásra csúsztak az ünnepek, úgyhogy nehezebben tudtam készülni, de igyekeztem. A kis füzetünk is ma hajnalba készült. Sok imádság már ismerős lesz benne, hasonló, mint az előző éveknek a gyakorlata, de próbálok mindig egy kis novumot, egy kis újdonságot belevinni. Nagyon szép, régi, veretes életrajzot találtam például a Pádói Szent Antalról, és ezt beledolgoztam ebbe a füzetbe, tehát ezt is olvashatják a jelenlevők. Sajnos, vagy szerencsére, soha nem elég a füzet, tehát mindig többen és többen jönnek. 120-at nyomtam, egészen biztos, hogy nem lesz elég, a 120 füzet már most látszik, de hát bízom benne, hogy jó keresztényként, meg jó emberként megosztjuk egymással, és akinek esetleg nem jutott, akkor az másikéből tudja nézni, olvasni, illetve egy kis erősítést kapunk, mert még valamennyi a nyomtatóban maradt, és azt a körülbelül a felénél a kápolna bejárásnak majd valószínűleg elhozzák nekem, és tudok még adni, akinek nem jutott. Minden kápolnánál lesz egy kis elmélkedés, imádság, ezzel készültem tehát most is, illetve a kápolnát gondozó emberek minden egyházközségben, illetve mindegyik helyen készülnek egy kis vendéglátással. Ugye a régi hagyomány, szintén régi keresztény hagyomány, hogy az úrasztalától a közösség asztaláig megyünk, tehát van egy kis, vannak a szent morzsák, és utána pedig átmegyünk egy-egy pincéhez, vagy ott a kápolna előtti térségben kapunk egy kis pogácsát, kis frissülésre van lehetőség, szóda, nagyobbaknak borocska, mert hogy szép számmal szoktak diákok is lenni, tehát mind a kettő adott lesz most is, és a szép idő is adott, tehát az Úristen is úgy tűnik, hogy velünk van, mert megadta, hogy szép időben járhatjuk be a kápolnákat.
Az állomások mindegyikén agapé várta a fáradt vándorokat, akik a harapnivaló mellé szednél szebb szentgyörgyhegyi borokat kóstolhattak. A túra végén a lengyel kápolnánál mondtak hálát a résztvevők a kegyelmekért, amelyekben annak folyamán részesültek. Csütörtöki nap a gasztronómiai élvezeteké volt. A Hotel Gabriellában gondos előkészületi munkákkal tervezték meg a menüsort, amely a kiváló természetesen szentgyörgyhegyi borokat kísérte. A szentgyörgyhegyi napok a szentgyörgyhegyi bor nevét, rangját, valamint a kulturált borfogyasztást hivatott népszerűsíteni. A gasztronómia, a kultúra és az étel közötti összefüggés tudománya. A bor elválaszthatatlan része ennek a tudománynak, és fontos kísérője az étkezéseknek, mert a bor és az étel kiegészítik egymást. A bor kiemeli az ételek ízét, az ételek pedig kiemelik a bornak a savasságát, hangsúlyosságát, összhatását, és így remekül párosítják egymást. Ma este nem csak az ízlelőrendszerünket, hanem a lelkünket is megörvendeztetjük egy kicsit, hiszen a bor és az étel élvezete felüdülés a hétköznapok stresszéből. Ezekkel a gondolatokkal kívánok önöknek szép estét, szép borokat, finom ételeket. Egyszerű, helyben beszerezhető, itt termett és termelt alapanyagokból készült a vacsora, különböző konyhatechnikai rafinériákkal elkészítve. Szerepelt a menüsorban vöröslencse, füstölt marhanyelvvel, parasztcsonka falusi tepertővel, zeller erőleves borjú pofával, csalános arancsini zöldspárgamártással, tapolcai lazacpisztránk murok variációkkal, citruspöttyökkel, vörösboros vargányás szarvasragú, gibanicával és karamellmusz.
Pénteken került sor a szakmai napra, ahol a Tamási Áron Művelődési Központban gyűltek össze a hegygazdái, bortermelői. Dr. Németh Krisztina, a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetének kecskeméti tudományos főmunkatársa, furcsaságok, extremitások a szőlőtermesztésben címmel tartott érdekes előadást. Ezután következett a Szentgyörgy-hegyi borverseny eredmény hirdetése, amelyet Kulka Gábor értékelt. Hát azt lehet mondani, hogy valamivel kevesebb minta volt, mint az előző évek, de a borok minősége nem lett rosszabb, mert arányában ugyanúgy megvoltak a nagy aranyérmes borok, inkább az oklevelek és a bronzérmes borok száma csökkent, tehát azt jelenti, hogy a minőség így összértékben javult. És ez az egyik pozitívum, a másik, ami érdekessége, meg hát már több éve ezt tudjuk tartani, hogy az olasz Riesling tartja a nagyon jó szereplését itt a Szentgyörgy-hegyen, mert ugye erre büszkék vagyunk, és igazából az olasz Rieslinget nagyon szeretjük, és nagyon jó fajta is. Ez a másik érdekesség, és az is jó volt, hogy összhangba, tehát a bírálók azt mondták, hogy tényleg a borok nagy része finom volt, iható, és nyugodtan ugye odaadható a vendégeknek, tehát ha jönnek a pincebejárásra, vagy vásolva. Tehát ezek a fontosak, mert nem is csak az a lényeg, hogy annyi nagy arany, hanem az, hogy a zöm, ugye, mert a zöm az ezüstérmes, hogy azok nagyon finom borok. A színpadon az értékelő említette, hogy a Szentgyörgy-hegyi borok versenye abban is különleges, hogy igen magas minden évben a bírálók száma. Vajon ez minek köszönhető? Hát jól érzik magukat itt, tulajdonképpen ez egy családi környezetben vagyunk, és tényleg azt lehet mondani, hogy az utóbbi 10 évben mindig, most ez egy rossz kifejezés, de avval küzdök, hogy azért több bírálót meg lehetne hívni, sőt, ugye jelezték többen, hogy nagyon szívesen eljönnének, de hát ugye a szűkösség azért, vagy szóval többet nem tudunk el. Ez így is azt lehet mondani, hogy jó, mert hétfős bizottságok vannak, és azért hétfő az már nagyon objektív bírálatot jelent. Kimondatlanul, de mindig volt egy kis rivalizálás a hegy oldalai között, a hegymagasi oldal, a kisapáti oldal, a poskai oldal. Úgy tűnik, hogy az idei évben a hegymagasi oldal volt az, amelyik eredményesen szerepel. Igen, hát azért mindig az szerepel, bár az a klímaváltozás, amiről előadást hallgattunk, tehát az lehetőséget adna most a másik hegyrészek fölzárkozásához. Reméljük, hogy ezeket is meg tudjuk majd. De mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy azok a éltermelők, ugye, akiket itt hallottuk, meg láttuk, hogy sok oklevelet kaptak, ugye azoknak van például a Tapolca felőli részen is, tehát a tapolcai oldalon, ami mondjuk már nem olyan jó, és abban is nyernek aranyérmeket, úgyhogy szóval ez így jelentkezik. 11 nagy aranyat adtak át. Nagy aranyérmes lett a nyári pince 2015-ös késői olasz rizlinge, a horvát pince 2016-os jégbor olasz rizlinge, a nyári pince 2017-es félszáraz olasz rizlinge, a horvát pince 2017-es késői olasz rizlinge, a Borbély családi pincészet 2016-os késői édes Zeusza, a Bence birtok 2017-es rajnai rizlinge, a nyári pince 2016-os kéknyelője, a horvát pince 2012-es Cabernet Sauvignonja, a nyári pince 2017-es kéknyelője, az újvári családi szőlőbirtok 2017-es olasz rizlinge és a Borbély családi pincészet 2016-os rajnai rizlinge. Az eredményhirdetést követően az aulába vonultak át a vendégek, ahol lehetőség nyílott arra, hogy szakértő bemutatás után megkóstolják a verseny legszebb borait. Tapolca város legeredményesebb gazdája, Horváth Árpád, a horvát pince tulajdonosa lett. Ezeknek a boroknak a csak egy része volt a 2018-as évjárat, néhányat korábbiból is adtunk be a versenyre, úgy, mint ahogy többen is szerintem visszanyúltak most a verseny alkalmával régebbi tételekhez, mert az egy 2018-as bizonyos fajtáknál szép évjárat volt, de az augusztus végi, szeptember elejé eső az néhány fajtánál, főleg elsősorban a legkiemelkedettebb fajtáknál, az olasz rizlingnél azért tudott problémákat okozni, kicsit sok volt már neki akkor. Mire vagy most a legbüszkébb?
Többre is. Nem szeretek egyet kiemelni, tehát mindig vannak kis kedvenceim. Lehet, hogy a szívemnek a mindegyik csücskébe jut egy, úgyhogy akár az olasz ízlingből készült normál borunkra, akár a késői szüretre, de a tiófás vörösünk is nagyon szép eredményt ért el, az is nagy aranyérmes lett. A Szentgyörgyhegyi Napok borverseny egy rangos verseny, de máshol is megméretitek a boraitokat, milyen eredménnyel szerepeltetek? Hát most például a múlt héten volt, egy héttel ezelőtt volt a badacsonyi borvidéki borverseny, tehát az összborvidéki borverseny, és ott is lett nagy aranyérmes borunk szerencsére. Holnap bejárás, hegybejárás, várod-e te is a vendégeket? Igen, természetesen hozzám is jön egy csoport, szerintem olyan déli órák környékén jön oda. Úgy tudom, hogy körülbelül negyedik vagyok a sorban, úgyhogy nagyon már nem lesznek szomjasak, de remélem, hogy még tudnak figyelni a borokra, meg arra a pár szóra, amit mondok nekik, mert ilyenkor azért olyan sokat már nem lehet. Szombaton reggel elindultak a borutak túrázói, hogy bevegyék a hegyet és a pincéket, megkóstolják a gazdák borait, majd egy közös ebéddel zárják a napot. Raposkán komoly vendéglátással, terített asztalokkal, pálinkával kínálták az érkezőket. Bolla Albert polgármester köszöntötte a vendégeket. A 150 túrázó között ott voltak körülbelül 20 finn testvértelepülésünk küldöttei, és Ebenheim Raposka német testvértelepülésének visszajáró vendégei is. Megszokhattuk már, hogy a Szentgyörgyhegyi Napok rendezvény sorozata valójában a Balaton felvidék szezonnyitó rendezvényei közé tartozik, és kinyitta magának már ezt a rangot. És nagyon örülök annak, hogy a Balaton környéki településeink az utóbbi időben nagyon sok programot szerveztek, egyre többen és egyre nagyobb mennyiségben hozzák ide a turistákat az ország különböző tájáról, és természetesen külföldről is. Ez nyilván bizonyítja azt is, hogy a táj gyönyörű, kiváló boraink vannak, és a kiváló borok minőségét már az is bizonyítja, hogy nem csak a nagy borászok, hanem már a kisebb borászatok is kiváló eredményeket érnek el, mint hazai, mint pedig külföldi versenyeken. Sőt, elárulhatom önöknek azt is, hogy a legutóbbi Veszprém megyei borversenyen a három nagy arany minősítésből ketten erről a vidékről kerülnek ki. Az egyik épp a szentgyörgyhegyi borászat, a másik pedig a badacsonyi borászat volt. Ez mind-mind azt bizonyítja, hogy tényleg kiválóak, egyre jobbak a magyar borok, és egyre többen kedvelik, még itthon is, és külföldön is, bár itt még nagyon sokat kell tennünk azért, hogy külföldön is elismertek legyenek a magyar borok. Én egészen biztos vagyok abban, hogy szép napuk lesz ma. Egyrészt, mert a Jóisten gondoskodott arról, hogy szép napsütéses napunk legyen, a borászok gondoskodnak arról, hogy kiváló borokat lehessen kóstolni, a helyi gazdák és a helybeliek gondoskodnak arról, hogy kiváló ételeik legyenek, és természetesen önök pedig gondoskodtak arról, hogy egy jó közösségben legyenek, és jól érezzék magukat. Én szép napot kívánok önöknek, szép gyömlőket kívánok önöknek, kóstolgassák a nagyon finom szentgyörgyhegyi borokat, illetve a Balatonfelvidéki borokat, és vigyék jó hírét ennek a vidéknek, mind személyesen, mind pedig az ételen át, hiszen tudjuk, hogy az internetnek egyre nagyobb szerepe van a turizmus tekintetében is. Szép napot kívánok önöknek, jöjjönök vissza máskor is! Hát ugye a hagyományos borutunkat járjuk be a Szent Mihály borutat Raposkán. A létszámunk az egy kicsit kevesebb, mint az elmúlt évekhez képest, de úgy tudom, a többi borutakon is kevesebben vannak, de talán a minőségünk meg jobb lesz ettől adódóan. Többet tudunk foglalkozni az itt lévőkkel, jobban el tudunk beszélgetni, jobban tudjuk ápolni a kapcsolatainkat. A mai napról azt kell tudnunk, hogy 54-en jelentkeztek, már az előbb említettem, ebből jó néhány finn régi visszatérő vendégünk van, itt vannak a partnertelepülésünknek a képviseletében volt polgármester és kisebb csapata. Úgyhogy itt most reggel majd a kis megnyitó után indulunk el és járjuk meg a Szent Mihály borutat. Nagyon jó vendéglátó minden évben, Raposka, hiszen terített asztallal várják kora reggel egy közös reggelire már a bortúrázókat. Hát igen, nálunk azért ennek hagyományai vannak, és mi azt szeretjük, hogyha a vendég jól érzi magát, ki van szolgálva, tulajdonképpen mi azért sokat teszünk, hogy ez így legyen, majd meglátjátok itt az asztalon is, hogy készültek a lányok, asszonyok itt keményen rá, meg a hagyományos sárkányvére nevű italt is megkóstoljuk majd a Szentgyörgy kútnál, ami egy kis specialitás ennek a borútnak. Hány állomás lesz, és kik azok a gazdák, akik vállalkoztak arra, hogy fogadják a vendégeket? 5 állomás lesz, plusz a Szentgyörgy kút, ugye ott mondtam már a sárkányvérét kóstoljuk, megyünk a Kardos pincéhez, a Vecsei pincészethez, Hosszú Istvánék pincéhez,
Újvári Gézáék pincéjéhez és a Barka Imréék pincéjéhez, tehát ez egy ilyen kis kör, ami körülbelül délután 2 órára ér véget, és úgy térünk vissza ide a kultúrászra egy finom ebédre. Tegnapi napon a szakmai konferencián átadták a Szentgyörgyhegyi Napok borversenyének díjait, a Raposkai oldal is nagyon szépen szerepelt. Kóstolhatnak-e ezekből a borokból is ma? Természetesen kóstolhatnak ebből is, miután meg kell említenem Újvári Géza barátunkat, borosgazdát, aki most már évek óta nagy aranyérmeket nyer a boraival, és a Gézának csak gratulálni tudunk ezért, hogy a falunak a hírnevét egy kicsit ezzel is öregbíti. Tehát kóstolhatnak ezekből a borokból. Továbbá kóstolhatnak azokból a borokból, amik ugye a borversenyen megmaradt borok, el lettek kóstolva a településeknek a kvóták, így nálunk is jó pár üveg bor van a különböző pincészetekből, majd ebéd után, illetve ebédhez ezekből a borokból lehet kóstolni a résztvevőknek. A reggeli után harmonika szóval indultak a hegyre, ahol első állomásként a sárkány vérét kóstolták meg, ami a sárkányos kútból folyt az ünnep tiszteletére. Vasárnap reggel hegymagason gyülekeztek a hegy tisztelői. Cséri Gergő atya, Gyulafi László hagyományőrző lovasbandérium, a borlovagrendek, a települések elöljárói, a tapolcai ifjúsági fúvózenekar, a Bacsányi Táncegyüttes tagjai, 300 cserkész és sok-sok érdeklődő indult el a lengyel kápolnához, ahol Nagy Károly apát kanonok a veszprémi Szent Mihály főplébánia plébánosa mutatott be szentmisét. A hegyi út egyben körmenet is volt. Gergő atya 4 állomásnál állt meg a hívekkel imádságra, könyörgésre, és kérte a mindenhatót és a szenteket arra, hogy segítsék a hegyi gazdák munkáját jó idővel, kerülje a hegyet a szélsőséges időjárás, legyen áldás az elvégzett munkájukon, a boraikon és a borok fogyasztóin is. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Thank you.
A Szentmisén Nagy Károly apát kanonok megemlékezett arról, hogy 30 évvel ezelőtt itt a hegyen, a lengyel kápolna tövében, hatalmas esőben, viharos szélben tették le esküjüket az akkor újjáalakult cserkész mozgalom cserkészei. Hálát adott azért, hogy az akkor elültetett mag jó talajba hullott. A Szentmise végén megáldotta a borokat, majd a jubileum alkalmából a cserkészek által felállított kopjafát is. A 27. Szentgyörgyhegyi napokat Tóth János Zoltán hegymagas polgármestere zárta be. A Szentmise után külön ünnepség keretében emlékeztek meg a cserkész csapatok a jubileumról. Az ország sok szegletéből érkezett csapatok zászlóik előtt felsorakoztak, ismertették a kis cserkész és a cserkész törvényt, majd esküdtettek. Velük együtt a már felavatott cserkészek is megújították fogadalmaikat. A fogadalmak elhangzása után a cserkészvezetők fogadták tagjaik sorába az új cserkészeket, és kötötték nyakukba a cserkész nyakkendőt. Ezzel a nem mindennapi ünnepséggel zárult le a Szentgyörgyhegyi napok az idei évben.